Mi a Körös-Maros Nemzeti Park megbízásából dolgozunk itt, a Nemzeti Park munkatársaival közösen. Egy olyan programban, amit úgy hívnak, hogy Kerecsen Life. A Kerecsen az egy sólyomféle, a Life az egy Európai Uniós pályázati forrás, ami azt finanszírozza, hogy a sólyomfészkek közelébe visszatelepítsük azokat az ürgéket, akik korábban ott voltak, de már eltűntek. Ezért a Nemzeti Parkba viszik őket. A Körös-Maros Nemzeti Parknak vannak olyan gyepterületei. Egy-egy ilyen alkalommal 200 ürgét viszünk el, azért, hogy elég sokan legyenek ahhoz, hogy ne a rokonok párosodjanak egymással, hanem egy genetikailag sokféle állomány tudjon ott kialakulni a vízfelületen. Ezt a területet már több napja készítjük elő. Ez a munka, ez az ürgében csak egy kicsike pont. Amikor a Székesfehérvári reptéren voltunk egy pár hónappal ezelőtt, akkor megfigyeltük éppen keresen sólyom jött oda ürgézlesni, nyilván azért, mert hogy abból szeretett volna falatozni, és akkor betelefonáltak meg, tudták el a sólyomot, mindjárt megnézték a komputert, ami mutatta, hogy ez melyik egyed, aki az előző napokban Dubrovnikban járt, az ottani repülőtéren, aztán a szegedi repülőtéren mondjuk, és aztán a Székesfehérvári. Ezeket látogatja végig, ahol ürgék vannak, mert ő azzal leteti a fiókáját. Ezért kulcsfontosságú, hogy a ürgék és a keresen sólyom kapcsolata megmaradjon, úgy, hogy 100 és 1000 évet keresztül.